Sziasztok, Zozóka vagyok. Ha minden igaz, akkor végig fogom játszani, és rögzítem is, és föltöltöm a YouTube-ra végigjátszást, a Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC-nek a történetét, a játékát. És nem tudom, hogy mi érződik a hangomon, de hagyjék kérdezzem meg tőletek, hogy álltotok ti már az őrület szélén. Mert én igen, bassza meg. Jó párszor szerintem idegösszeomlást kaptam, ugyanis körülbelül 5-6, talán egy 7 héttel ezelőtt megvettem a DLC-t, és nem tudtam a játékkal játszani. Kifagyott, kilépett, utána leuninstaláltam. Leszerettem volna újra tölteni, tehát fölinstalálni, és akkor meg a GOG-on keresztül ott nem lehetett, állandóan letöltési hibára panaszkodott, és nem is akarom ezt hosszú lére elszenni, ezt a beszámolót, mert inkább játszunk, de nincs is sok időm, basszus. A lényeg, hogy azóta én újra telepítettem a PC-t, a BIOS-t visszaállítottam, hogy hát az a baj, és most valamilyen oknál fogva teljesen tökéletesen úgy működött minden, ahogy kellett volna itt ezeken a napokon. Őrül egy gyerekek. Tehát szépen letöltöttem, fölinstalálta a játékot panasz nélkül. Először az alapjátékot, tehát hogy a 2.0-es előtti verziót, az 1.6-os, ha jól tudom, és utána installáltam rá a 2.0-ast, és akkor ott már ott volt a Phantom Liberty DLC. Jó. És játszunk, gyerekek, mert nem akarok panaszkodni, mert tényleg most így nekem nincs sok időm. Csak már annyira szerettem volna ezzel játszani, basszus. Oké. A beállításokban mindent beállítottam, amit kellett. Kénytelen is voltam, mert az irányítást be kellett állítani, illetve a jogvédett zenéknek a letiltását is bekapcsoltam. Jó? És a beállítások meg H-on vannak. És akkor látok, játék betöltése. És nem a friss beállításokat töltöm be, hanem ezt. Mert attól félek, hogy amennyit én próbálkoztam a játékkal, hogy nehogy valamelyik mentés itt korrupt legyen. Tehát ezt a későbbit, egy nappal előtt itt, amikor próbálkoztam vele, ezt töltöm be. No, és akkor vége játszunk már, basszus, remélem legalábbis, hogy nem lesz probléma. Hello, I'm Arif Iqbal, and you're watching WNS News. New details have emerged on the attempted abduction of Hanako. Igen? Hello, V. Van on the loose. It needs retrieving. Coordinates provided. Head there. Quite simple as these things go. Except, you should expect animals prowling. Likely feral. Details attached. Szerintem így indul a Phantom Liberty DLC. Mondtam, hogy én nagyon keveset foglalkoztam a Phantom Liberty infóival. Megnéztem a teasert és ennyi. Azt se tudtam például, hogy most ezzel a karakterrel játszhatok? Vagy kapom azt a filmben szereplő karaktert. Értetek, semmit nem tudok róla. No, de viszont gyorsan ezt elvégzem. Nekem ez most nagyon tetszik, ez a kinézet itt a lakásnál. Ez nagyon vagány szerintem most itt. Ebben most beleszerettem. És ahogy néztem, hogy csak a főlakásodat tudod átvariálni. Ránézzünk majd, mert lehet, hogy a frissítések folyamán ezen alakítottak. Nagyon vagány amúgy. Basszus, nagyon alacsony a fordulás, majd azt beállítom. Oké, aki nem tudja, hogy miről van szó, mert nem nézte meg például az előző videómat a játékkal kapcsolatban, na, gyorsan elmondom, hogy ugye ez egy nem a YouTube végigjátszásban látható karakter, ez már egy új karakter, nem tudom, hova tűnt az a mentésem. És ugye ennél a karakternél is ott hagytam abba, ott van egy fő mentés, ugye, ahol a fő küldetésnél megkapjuk a figyelmeztetést, hogy innen nincs visszaút. Jó? Tehát ez az a pont. Oké, és ja, és igen, tehát hogy így néz ki ez a karakter, aki nem mondom, nem látta az első videót, az előző videót. Nem az első, előző videót, jó? Tehát ez a helyes. Jó, ez egy hacker karakter. Nagyon durván fölpimpelve. Meg is tudjuk nézni itt a kibervernél. Tehát, hogy nagyon durván fölpimpelve. Talán ez a maximum
kiberkapacitás, de majd hát, ha lesz még itt a játék folyamán arra a lehetőség, hogy még ezt is növeljem. De hát ez most egy gépi ember. Illetve ahogy nézem, várjatok, ezt még nem is végeztem el. Ó, jó, akkor ez egy akkori mentés, hogy ezt én még nem is végeztem el, ezeket a fejlesztéseket. Jó, hát akkor ezt meg fogjuk csinálni, fiúk. Ahogy nézem, van egy fájdalom elosztó, optikai játsza, az a nagyon fontos. Nézzük meg a leltárt megint. De mi van berakva? Az optikai játsza. Úgy van, én azt nagyon szeretem. Jó? Oké. Na és akkor most tényleg tesztelgetjük a játékot. Hogy jutunk el a downtownba. Viszont ezt kis türelmet kérek tőletek, mert... hol van? Itt van a vezérlő. És akkor ezen tuti, hogy állítanom kell, szerintem 20-ra. A függőleges érzékenységet is föltolom, így. De... igen, mert lassú volt a forgás, tudjátok, annyira nem szeretem, hogy lassú legyen. Oké, és akkor megyünk valahova. Ez most nekem meg egy picit túl gyors, de mindegy. Gyerekek, megijedtem kurvára. Good, it worked. My name is Somi. Just call me Songbirda. I know who you are. Know your situation, your problem. And I can save your life. Ez valami beugratás? Oh, very funny. Is this a prank? Not in the mood, if so. It's anything but. You must have questions, and I'll answer them in due course, shortly. But first, I need you to get to that swollen appendix of Night City called Dogtown. Gyulladt vak belébe, nagyon jó. Én valami Downtownra emlékszem a videóból. Na, jó, mindegy. Utca gyerek a karakter. Dogtown? Chunk of Pacifica? Oh. Ex-territorial? Lord of the Lands 1, Kurt Hansen, international arms dealer. Corpos give it a wide berth. I skip anything? No, more or less on the button. Abba sem vagyok 100%-ig biztos, hogy ez egy ténylegesen új helyszín lesz. Kutyaverem. Nem tudok semmit róla. Na jó, oké. Nem vagyok meg, dehogy is nem. Hát, csináljuk, persze. Jól van, hajlandó vagyok megkockáztatni. Fine. No clue what I'm stepping into, but no risk, no reward. Thank you. I appreciate this, truly. Dogtown's main gate. Be there as soon as you can. I'll make contact again then. This is one elaborate haze. Or a fucking lifeline. Igen, nem állítottam semmit még a játéknak a grafikáján, tehát hogy a... mi ez a... FSR van beállítva, kézgyerekek, nem nyúltam semmihez. Ilyen szempontból. Ugye az előző videóban paraszkodtam, hogy milyen bajaim vannak itt a játékkal. Az élsimítás, vagy a... mi az a élesítés terén? Know what the worst thing is about this place? The crowds? No. Ez már volt. Az a őrület, hogy erre a szövegre emlékszem. Basszus, és végre lehet játszani játékkal. Még ezt a telefonhívást sem... tudtam, hogy ez van. Amit most, ez a ismeretlen hívó. Én azt hittem, hogy a... hú, hogy hívják azt a fixer, hogy az a fixer indítja, de akkor nem, akkor mégsem. De megnézzük szerintem először a fixernek a... látok, hol van a fixernek a... megbízása, az eltűnt? Ilyenkor? Mindjárt megnézem a térképet. Sok nem lehet berakva. Ugye itt van a Hanakos küldi, itt van a kutyaverem, és nem tudom, hogy hol van a fixernek a megbízása.
Nem tudom, hogy ez akkor hogy működik. Bocsánat. Jó, figyeltek, nem szarozunk. Megyünk és csináljuk ezt a küldőt. The canine ownership tax will increase to 1000 euro dollars per dog per month. Állattartó, ez rémlik nekem, mintha... Igen, nekem most egy... Picit nekem ez most túl gyors. Na mindegy. Ugye nagyon alaposan bejártam én már Night City-t. Biztos, hogy vannak még ilyen fel nem fedezett részek. Sőt, magamtól meg sem találtam a... mi az? A Blade Runner easter egget. Nem találtam meg magamtól, szégyenszemre utána néztem az interneten, gyerekek. Itt volt két rendőr, aki mindig pofázott, vagy egy kicsit arrébb. Nem, azt hiszem itt volt. Az most nincsen. Ezt is onnan tudom, hogy kurva sokszor volt, és mindig ugyanazt a szöveget nyomták. És mondom, akkor ahogy nézem, ugyanaz a karakter lesz. Tehát nem a teaserbe, a előzetesben állt néger, fekete karakter. Engem most ez zavart volna, lényegtelen. Le se futtattam a játéknak a tesztjét. Tehát azt se tudom, hogy most... így a Phantom Liberty-ben ez a beállítás ez jónak számít. Tehát egyelőre nem érzek 60 FPS-től eltérő ingadozást. Ja, várjátok, nézzük meg a térképet, hogy milyen messze van. Ez elég messze van. Ez elég messze van. Munkák, karbantartópont, egyéni, dinamikus. Tudjátok, hogy mit keresek? Gyorsutazási pontot. Ácsi! Nem. Hívjunk ide egy járművet. Azt is le akarom tesztelni, hogy milyen. Atya. Azt is le akarom tesztelni, hogy milyen az irányítása. Én nem voltam kivékülve a járműveknek az irányításával. Inkább túl érzékenynek ítéltem. Aha, ez a 85-90, és szerintem ez jó. Legalábbis ennél a kocsinál. Ó, ez mi volt? Ilyen volt a kocsinak a hangja, gyerekek, régen, mert ha változtattak volna ezen is, kurva jó. Merre van? Várjátok, miért nem tudom így a kamerát forgatni? Valamiért nem tudom a kocsis kamerát forgatni. Jó, majd azt is meg kell néznem, hogy miért. Most sem. Ugye teljesen új installálás, csak a mentések a régiek. Tehát azt mondom, hogy még nem tudtam testre szabni sem a játékot. Anyám. Vagy szerintem majd videón kívül ezt majd megcsinálom, csak... Tényleg már basszus, annyira vártam már, hogy játszik a játékkal. A Phantom Liberty-vel. De nem tudom, hogy a panaszkodás közben mondtam, tehát hogy maga nekem az alapjáték sem működött, tehát hogy... Tehát értitek, le se tudtam szedni a Phantom Liberty DLC-t. Mondom, most úgy csináltam, hogy a GOG-nál ugye le lehet szedni az 1.6-os játékot, aki ugye nem akar a 2.0-ással játszani, de ez még jó is, hogy erre figyeltek. És akkor mondom, arra frissítettem rá a 2.0-ásat. És akkor úgy szedte le, ugye már a Phantom Liberty DLC-t. Őrület. De mondom, nem ez volt a baj.
Tehát, hogy így kellett csinálni. Én arra tippelek, hogy nekik ott valami a szerverekkel, a frissítésekkel van kurvára elbaszódott. Már csak azért is, mert a... Jaj, mi ennek az áruháznak a neve? Epic Store. Nekem ugye az Epic Store-on is megvan a játék, mert legelőször oda tudtam megvenni. Tehát még régen. Nem mostról van szó, még nagyon régről. A induláskor. És utána vettem meg dobozosan is a játékot. Na mindegy, és az Epic Store... nem még tovább. És az Epic Store-os sem volt jó, tehát ott le tudtam szedni... Menjen. Ott le tudtam szedni a játékot. Tehát tökre jól felinstalálta, de viszont ugyanúgy kifagyott a játék. Tehát a 2.0-as verzió ugyanúgy kifagyott. Ugye az Epic Store-oson... Nézzük, hogy mi van itt. Oh, baby! And I give zero shits. Back up to the city line, pork chops. These zones outside. Come on, Sarah. No point, let's roll. Ez mi a büdös franc? It's downtown. Let her go. Kutya verem, downtown. Dogtown, bocsánat, hogy mindig downtown-t értettem. Akkor ez Dogtown. Fuck your zone. Fuck your... Our hands are tied. Don't let it get to you. Na erre nagyon kíváncsi leszek. És menjünk szerintem... Aha, jó, ki kell szállni. Mert ugye én azt hittem, hogy itt ez a sor ez mozogni fog, de nem. Tehát ez nem fog mozogni ez a sor. You! Got cyber wheels or something? Feet on the sidewalk, now! Szerintem nem voltunk az úttesten töki, de mindegy. Ez a rész, ez átalakult, ez nem ilyen volt. Az tuti, biztos, persze. Ez nem ilyen volt, gyereke. Várjuk, nézzünk meg valamit. Hol vagyok? Itt vagyok. Napló, szilánkok, tarot, a szilánkoknál. Jó, oké, nem nézem végig. Tehát ez a rész, ez megváltozott. A kutya veremi lakos. Barges törmester. Jó. Nem is tudom, hogy ez mikori mentés, hogy mik vannak berakva, bocsánat. Mik vannak berakva a kiber... Aha, oké, látom, hogy ugye ez fejlesztve lett. Tudtam belerakni, volt még két szabad helyem, de ahogy látom, azt is már föltöltöttem. Rendszer összeomlás, mozgás tönkretétele, kiberszihózis, ez valami teljesen új, ez nem volt a régibe. Rövid zárlat, optika, fertőzés, pingelés volt, rendszer összeomlás is volt. A kiberszihózis az szerintem nem volt. Gránát volt, öngyilkosság volt. Nem vagyok ebbe biztos, hogy az öngyilkosság az volt régen. Ezek szerintem újak. Szinapszis kiégés volt. And the back. The usual. Implant boxes, Zeta Tech. Headed for the longshore stacks? Yeah, where else? They come empty, leave full. Whole city be drowning. I'm just a chum driving boxes around. Ez a nem a neve, hogy Barges törmester. Aha, jó. No course. You're just not welcome. Rule 3. Songbird. Érdekes neve van neki. Mert Songbird.
hangmadár, értek? Most az én hülye fordításomban. Lehet, hogy jó felé jöttem. Ó, rendszerbe fejem. Meghekkelnek minket. Jut eszembe, Johnnyval lehet beszélni, az előző videó, ott beszéltem vele, itt most nem, mert elfelejtkeztem róla. Songbird, te jól nézel ki. Ázsiai. Azt lehetett is sejteni a telefonhívást. Mi a fenét művelsz velem? Fuck you doing? This a trap? Exact opposite. It's a helping hand. Right. I know about the bomb ticking in your head. If I could disarm it now, I would in a heartbeat. You'll feel better any second now. V, something stinks here. Think she's fucking with the relic. How in the... All true, Johnny. But don't you fret. We're both safe. Nah, fuck both off. Both of us on the biochip protocol at once can trigger shots for V, like you just saw now. Gotta cut you off. What for the... your safety, for V's safety. Ó, ki fog belőlem kerülni, Johnny? Hát, gondolom időlegesen. Habár ki tudja, nem tudom, hogy ez most... Jó, akkor, oké, akkor van. Jó, ugye mivel hacker képességem 20-asra van rakva, ezért ezt meg tudom tőle kérdezni. Legyen is. Én biztos vagyok benne, hogy legalábbis én kijövök veled. Starting to put two and two together. Mert csajszi vagy, és jól nézel ki. You gotta be a netrunner. Damn good one at that. Guilty as charged. Milyen... Opt on the relic's cognitive protocol to dial in. I see and hear what you do. Hát szerintem úgy nagyjából ez úgy semmit nem lehet ebből leszűrni, hogy milyen kitűzői vannak. Just now, I'm on board Space Force One. Sitting right across from Rosalind Myers. Rosalind. President of the new United States of America. The president. Erről láttam a videót. You're not joking. Dead serious. Yes. The plane's been hacked. Trajectory set for Night City. Akkor ez nem is az a csaj, csak valakinek átvette a... Most likely jammed. The relic was my only option. Right now, you're one contact on the ground. Nem tudom, ez egy picit ilyen erőltetett magyarázat, de fogadjuk el. Jó, haladjunk szépen sorrendbe, de a kékeket fogom kérdezni. Telling me the in-US president, Rosalind Myers, is there with you? Sitting right across from me. She knows the situation. Waiting for your yes. Hogy hívták a... de ő a polgármester, nem, ő a polgármester jelöltünk volt, nem? Itt most az elnökről beszélt, az más. Plane got hacked, right? You're a runner. Can't override? I could. All I need is 24 hours, the right setup, and a bottomless pot of coffee. None of that's available just now. Tehát értek, fönt van a repülő, valahogy ugye kapcsolatba tudtak lépni, de akkor, tehát ugye a repülő nem tud leszállni, vagy valahogy megbénították? Na jó van. Ez elég komoly cucc, hogyan segíthetek? Legyen ez, hogy ez elég komoly cucc. Heavy shit. Am I really your one contact? You're my last and only hope. Senki mással nem tud kapcsolatba kerülni. The president's life, her safety, that's your top priority. She'll survive the landing. Dogtown, not so sure. De az is lehet, hogy így néz ki a csaj, csak ugye az agyunkban van, értitek? Oké. A leszállás túl fogja élni, a kutya vermet már nem biztos. Ki kell szedned a gépből, mert amikor én néztem ezt a videót, tudjátok mi jutott eszembe? Nekem van egy ilyen... Hogy hívják azt a színészt? Basszus kulcs, egy picit mindig gondba vagyok annak a színésznek a nevével. Kurt Russell. És annak volt
voltak olyan filmei, hogy New York, mi volt a teljes, na jó, mindegy, menjünk, jó, bocs. Okay. Anyone else? Specifically? Meaning, you expecting company? Kurt Hansen, Dogtown's commander-in-chief. Kurt Hansen, nem már. Kurt Russell. Menekülés New Yorkból és menekülés Los Angelesből, ha jól emlékszem a címükre. És az volt valami ilyesmi icipici kis hasonlóság a történetben. Mondom, mikor néztem azokat a filmet, két filmet, tízereket, akkor nekem ez jutott eszembe. Hát én a legutóbbiról beszélek, ami volt. Említetted, hogy segíteni tudsz rajtam. Said you could help me. That the plain truth? Just got a taste of my abilities, I believe. There's more. I can cure you. Egyszer. Once and for all. Erre nagyon kíváncsi leszek. hogy így a fiúk így meghekkelik a saját végigjátszásukat az alapjáték után itt a Phantom Liberty-ben? Szeretnék... honnan tudjam, hogy megbízhatok benned? Amúgy szerintem ez a csaj, ez nincs itt a valóságban. Ez volt az a ereknye. Ezt nem tudtam elérni, nem tudtuk elérni a karakter fejlesztésnél. Még szerintem volt is olyan videó, több is talán, egyszer vagy többször is mondtam, hogy az mi lehet? Új képességfa feloldva. De így van. Feloldottad az erekje képességfát. Az általa kínált képességekhez erekje pontokat kell szerezned, amelyek csak ebben a képességfában felhasználhatóak. Ezek a Militech adatterminálokon találhatók. Szerte a kutyaveremben. Az adatterminálok megjelenik a térképeden, amikor a közelükben érsz. A Militech régi működési adatai és harci naplói letöltésével erekje pontokat kapsz. Amiket az jó, oké, jó. Korrekt tudsz. Jó, azt majd megnézzük. Militech firmware. My, solid soft. Well, Militech, ők ugye a szimplán katonai. Katonai cuccal nyomulnak. Meg azt hiszem minden másról is úgy nagyjából benne vannak, de katona, technika, stb. Combat analyses. Logs of legendary ops. Shit that make the NCPD piss its boots. Akkor ez így ilyen földön? Na mindegy, nem tudom. Mi lesz ez a kutya? Main entrance is a no-go. You don't have an entry pass and I don't have time to produce a fake. You'll slip in the back way, quiet as you can. We really don't need anyone spotting you, scanning you. Mutasd az utat. After you. I'll be right beside you, as much as I can. This is Kurt Hansen. You are now in Dogtown. Rule one, no MC. Nézzük meg a térképet, most hogy is nézünk, Miki? Így van, hát itt voltunk. Csak ennyi lenne ez a terület amúgy? Tényleg majd erre kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy oldják meg. Illetve akkor karakter. Itt van erekje. Most gondolom, de van, három erekje pontunk már van. Sáska pengék, hát nekem ilyen nincsen. Mi ez? Bocsánat. Vészálcázás. Az amúgy nem rossz. Sebezhetőség elemzés. Többet fogunk mi hekkelgetni. Fogunk harcolni is persze. De többet fogunk mi hekkelgetni. Basszus, a mesterlövész puskát le kellett volna cserélnem. Az a hülye robbanó mesterlövész van nálam.
pont tudunk egyet venni, ahogy nézem. Ugye? Három, és ez is három, tehát... érzékeny pontjait. Á, nem, legyen ez. Fejleszti az optikai álca kíbervert. Ha harc közben az RB megnyomással aktiválod az optikai álcát, az ellenségek elveszítik a nyomodat. Így van esélyed kilépni a harcból. Így van. Oké. És akkor el is költöttük ezt a elekje pontot. Ahogy nézem, mindegyiket el lehet indítani. De ez csak ennyi lesz, vagy itt azért még lesz több is? Majd kiderül. Oké, rendítsek. És ugye, ez még az a mentés, ahol még tényleg ugye megvannak ezek a képességpontjaim, és van még 4 szabad képességpontom is, hogy ha a játék folyamán valami fölkínálkozik, és nem tudom megoldani, akkor ugye, és tudom ezt változtatni, akkor ugye azon még akkor növelek. Smugglers used to use it. Now it's your turn. Try to sneak in. Maybe distract the guards. I don't know. Something. Egyelőre még nem megyek sehova. Körbenézek. This is Kurt Hansen. You are now in Dogtown. Rule 1. No NCPD. Van. Szerintem, srácok, csinálunk egy mentést. Nem is tudom, hogy hova. Mondjuk ide föl, mert akkor ez most nem aktuális, ez a mentés. Már. Csinálunk egy pingelést. Basszus, jó sokan vannak. Tudnám használni az optikai álcát. Túl sokan vannak. Ó, ott van egy szilánk. Ezt fölvesszük. Jó. Ilyenkor ugye leáll a játék. Határőr jelentés. Viszonylagos béke és csend. Szerintem ez nem semmi lényeges. Russell hadnagy egy amatőr. Jó. Szerintem ilyenekkel nem foglalkozunk nagyon, gyerekek, jó? Én szemmel átfutom, ha fontos, akkor felolvasom. Egyelőre maradjunk a nem halálos kiiktatásnál. Ugye akit nem fontos, nem fogok megölni. Aki viszont úgy gondolom, hogy nagyon veszélyeztet, vagy rohadék, akkor azt megölöm. Hopsz. Hú, basszus, honnan vette készre? Na jó, mindegy. Nem mertem megkockáztatni. Great. Now when you go, look for a net access point. Jack in that, and I'll be able to help you. Kapunk új helyszínt, csak igen, tehát nem tudom, hogy ez most megy. De nem lehetett bejutni. Én próbáltam, tudjátok, nagyon sokat foglalkoztam azzal, így unalmamban, meg így nem tudom, a felderítések közben, hogy hova tudok eljutni, hova tudok bejutni.
Még oda is, ahova nem lehetett, és akkor itt is próbálkoztam mindenféle szírszarral. Szerencsére ugye nekem nem megvan az erősített boka, magasatok ugorni, de úgysem tudtam ide bejutni. Arra én meg nem... Arra én meg nem fordítottam időt és technikát és energiát, semmit ahhoz, hogy tudjátok, így vannak ilyen hackkelési módok, meg ilyen hülyeségek a Cyberpunkhoz is, és akkor át lehet menni falakon, én azt nem csináltam. Now, look for a maintenance room. Bet anything you'll find a power source inside. Nem tudom, mi volt az a fixeres megbízás. Nagyon kíváncsi leszek rá. Kijöhetek innen bármikor? Például tényleg nem tudok semmi, gyerekek, róla. Tehát, hogy kijöhetek innen a rendes Night City-ben majd? Vagy itt ragadtunk abszolút-e? Gondolom, mikor végzünk, akkor talán igen. Mennyivel előtte tudták ezek a srácok, hogy lesz ez a DLC? Mert ezt szerintem nagyon előre kellett gondolniuk, hogy oké, úgy csináljuk meg, hogy milyen stádium ez ugye, foci vagy nem tudom mi ez, hogy oda akkor nem lehet bemenni. No, különleges fenyegetés elhárító egység instrukciók. Értékes tárgyak eltávolítása, értékes blablabla, áramellátás, ugyan jelentés Hansen ezredes főhadiszállására. Fenyegetés elhárítás. Még szép, hogy minden zegzugba benézek. Bőrkarkötő. 500. Álljon, mondjuk van pénzem. Ó, viszont az király. Erre valószínűleg szükségünk lesz. Erre valószínűleg szükségünk lesz. Várjatok, mindjárt ránézek arra, hogy a hátizsáknál... Aha. Ez valami plusz lehet. Az a fejlesztés, amiket itt a Kybervernél látok. Ez valami plusz lehet. Mert emlékeim szerint én ezt már elvégeztem, ezeket a fejlesztéseket. Úgy volt nekem, mert aranyakat vitt, ebből a legendás tárgyösszetevőkből vitt nagyon sokat, és az valami 300-on vagy nem tudom hányan százon volt, és nagyon sokat elvásároltam belőle, és ugye mind így lett ilyen kevés, hogy 156. Emlékeim szerint, de basszus. Lehet, hogy ez még korábbi mentés. De nem, basszus, nem. Nem. Ugyanis, amikor ugye kijött a 2.0-as update, és ugye elkezdtem vele játszani, és ugye arról volt nekünk videó, az előző feltöltésnél, ugye azt láthatjátok, hogy ott nekem... Ott vagyunk. Ott nekem úgy indult már a játék, hogy jött Viktortól egy telefon, hogy vannak ezek a fejlesztések. És én egyből el is mentem hozzá. Tehát azért mondom, hogy ez a mentés, ez tudja, hogy már ez után van. Ez a fejlesztés, ez megint valami más lehet. Itt van. Várjatok, szkenneljük le? Generátor. Igen, valami áramforrást mondok. A Choice-i elkorrodált, működőképes. Keres egy hozzáférés pontot, az nem tudom hol lesz. Még az is lehet, hogy itt lesz. Jó.
hozzáférési pont. És ez mi volt? Oh, baby. Nagyon jó cuccnak kell lenni ahhoz, hogy én le szedjem magamról ezt a dögös. Mármint, hogy a karakterről, tehát nem magamról. Hogy leszedjem ezt a dögös vörös rucit. Ennyi az idő, fiúk. Perfect. Bridging systems now. Ancient. No, proto-ancient protocols. Partially corrupted data. Give me a sec. Need to ping one of our sats. Let's see which active Dogtown network links to this infrastructure. And putting in a back door. Ready to roll. Csak így ilyen lazán? Szállj le, fel a lift. I'll guide you to the garage from there. Okay, relic act first, then you slap the muzzle on Johnny, now you bring some pile of scrap metal back to life. Kár amúgy, hogy Johnny-ra szájkos lehet raktak. Oh, who taught you? I'm an NUS intelligence analyst. Trained under the best peeps in the biz. And they took me on because around age 13, I got the local ripper to sell me a beat-up old deck. Ugye a NUS az valami, ugye az a új nemzetközösség, vagy valami ilyesmi? Már elfelejtettem pontosan, mi a rövidítés. Jelentése. Juss el az autó emelő platform. Apologize up front for the quarry, but I gotta ask. Compeki Plaza heist. Why? Puszta ambícióból, hát egy barátomért. Compeki Plaza, puszta ambíció. Hát... Szerintem Johnny is egyetértene velünk, hogy az nekünk ambíció volt, és nem most úgy egy barátomért, puszta ambíció. Tehát így van. Compeki was pure ambition. Cyberpunkok vagyunk. Sometimes you hit a rut in life, wanna blaze your way out. Do something you'll be remembered for. Csinálom, így van. Set my sights too high, I guess. Yeah, I know the feeling. But ambition, confidence, they're itt is elmondom, srácok. No, they're human toll can be. Maybe. Elkészült a Cyberpunk Rednek a magyar fordítása, meg lehet már venni. Már jó régen, nem tudom, már több hónappal ezelőtt, de ha esetleg valaki nem tudott róla, itt is elmondom. Igen, van a Cyberpunk Red asztali szerepjáték könyvnek a magyar könyve megjelent. Lefordították a fiúk hosszú késések után. Szeressen, mikor ez a erősített bokka működik. Amúgy nagyon le van ez harcolva. Azért mennyire vagány, nem? Tehát, hogy itt... Van egy ilyen garázs. Nem kint parkoltatod az autókat, hanem ide behozzák, aztán ha kell, akkor jössz. Érte. Szerintetek van itt valami elrejtve? Tehát, hogy mennyire lehet bejárni ezt a garázst? Én arra lennék kíváncsi. Hopps! Basszus, nem akartam ennyire leugorni. Mindegy. Ó, baby. Gondoltam, hogy azért nem ért szabad itt rohanni. Jó. Ezek ugye... Nem fogom őket használni, de... Vagy szétbontom őket, vagy eladom. Így van. Majd meglátom, hogy melyik lesz. Basszus, ez azért elég bátor dolog volt részemről. Szerintem csinálok egy mentést megint. Haladjunk így innen. Nem akarok rámenteni a másik karakterre. Van itt egy másik karakter, ez nem is tudom, hogy annyi szintű. Még nagyon kezdetleges. De azzal is ott elkezdtem valamit, aztán, hogy lesz-e belőle valami végigjátszás, azt nem tudom. Ugye nekem még tudti, hogy van olyan befejezés, amit még nem értem el.
Tehát nincs meg nekem az összes befejezés. 100%. Sőt, szeretném azt is valahogy megcsinálni, elérni, hogy Judyval úgy összejönni, hogy ne menjen el. Ha lehetséges. Aztán lehet, hogy ez nem lehetséges. Nézzétek csak! Oda megyünk? Elképzelhető. Nem látok itt arra nagyon lehetőséget, hogy valahogy... ugrálgassak itt a... Anyád! A mélység fölött. És átjussak ilyen platformokra. Aha, oda kell mennünk, de én úgy viszont ott is láttam valamit. Persze az is lehet, hogy arra kell mennünk. Tehát, hogy... ilyen kerülő úton jutunk föl oda. Az elképzelhető. Itt lesz valami. 371 euró dollár. Mennyi pénzünk is van? Azért mondom, hogy tudti, hogy azokra ráköltöttem a lóvét. A kiberdek fejlesztésekre. Mert én arra emlékszem, hogy itt a leltárnál, nem a leltárnál, a hátizsáknál, hogy itt ez nekem magasabb volt, és ez a 156 volt, amit elértem. Okay. Jó, amúgy van sok pénzem. Tehát attól én nem félek, hogy valamit nem fog tudni majd megvenni. Itt is láttam valamit. 250 euró dollár. Nem tudom, lesznek-e új kocsik? Ha jól emlékszem, akkor volt olyan kocsi, amit megvettem. Most nem tudom, hogy ez a mentés ez arra vonatkozik, de ugye a kocsiknál is lehet már, tehát a kocsik, vannak olyan kocsik, amelyik fegyverrel rendelkeznek. Csak kibögtem, basszus. Szerintem én oda át tudok ugorni, srácok. Így van, simán. Pláne, hogy még futottam is. By the way, must have gotten old by now. Hauling a faded rocker boy around strikes me as tiring. Ember hozzászokik. Heard about a chum had a blade stuck in his faceplate come the end of a gig. Kept it. Said it gave him character. Moral of the story, peeps get used to all sorts of shit. Not everything though, and not all of them. Na, vannak itt archivált beszélgetések is. Igyekszem mindent azonnal megnézni. Nem mindig lesz erre lehetőségünk, de most ugye nyugi van, és tudunk szilánkokat olvasni. Hát, ha van valami érdekes beszélgetés, ennyi. Jól van. Jó, fegyvercsempészek be akartak jutni a... stadionba. Semmi extra, srácok, szerintem. Mondom, még az is lehet, hogy erre kellett jönni. Ácsi? Anyád. Remélem sűrűn van mentés a játékban itt most. Nem is tudom, hogy kontrolleren itt hol van a gyors mentés gomb. Van-e egyáltalán? Ah, pillanat. Jaj.
Hát én ma van időm, most tartanom kell egy kis szünetet. Egészen pontosan ebédelnem kell, mert már kopog a szemem az éjségtől. Nagyon szépen köszönöm azt a hozzászólást, aki írta, hogy egy, ugye, hogy ő szívesen nézne tőlem végigjátszást. Mert hogy én nem rohanok végig a játékon, hát itt van, én most nem rohanok végig a játékon, basszus. Én most itt mindent felfedezek, mert nekem ez az első végigjátszásom a játékkalban. Aha, nézzétek csak. Oké, csak hogy tudok oda föl visszajutni majd? Á, igazából az erősített bokával meg tudom oldani, csak hogy ugrok? Jaj, de nem akarok leesni. Hop, 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 hop. Hát itt most ezt látjátok. Bionikus izületek. Hát szerintem ezért megérte ide eljönni. Aztán persze lehet, hogy már maximumon van minden. Akkor meg fogom és eladom. Tehát ennyi. Ha nem tudom felhasználni, eladom. Oké, fiúk, hogy menjek vissza? Jó lenne ilyen platformra fölugorni. Aha, jó. Oké, megnézzük, hova rak vissza. Hülye volt, amit mentenem kellett volna. Utolsó ellenőrző pont. Itt mentenem kellett volna. Ez nagyon veszélyes platform. Kodás volt. Azért maradok egy kicsit csöndbe, mert hogyha végignézem a videót és megjegyzem, hogy vágni kell, akkor így jelzem magamnak a csönddel, hogy na itt kell vágni. Ezek itt már nagyon veszélyesek. És nem is látom, hogy lenne értelme oda menni, Targonca. Juss el a gyalogjárói. Hát nem semmi platformkodást építettek be a fiúk. 35 méter. Ah, megvan. Ott látok valami följutási pontot. Szerintem megint mentek egy-egy gyerekek. Nem tudom, meddig lehet följutni. Szerintem itt még nyugodtan. Banyuk, nem már. Ne! Azt hittem elkapja és fölhúzza magát. Ez itt egy picit idegesítő, de legyünk túl rajta. Szerintem ott lesz a videó vége, hogy eljutok valameddig. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Jó.
látjátok, tehát oda még föl lehet ugorni, igen, csak... csak én... nem tudom. Tehát, hogy ezt itt elkapta, azt nem. Akkor maradjunk így, jó. Fölöttem van valami? Van. Basszus. Menj. Ollós emelő. Nem látom, hogy aha, látom már, hogy amúgy merre kell menni. Amúgy ez nekem kifejezetten tetszik a játékban, hogy tehát, hogy bizonyos helyeken kőkeményen platformkodhatsz. Map your position. Wow. Not bad at all. Aha. Miért ugrottál le? Oké, várjatok. Ez az érdekesebb, engem ez érdekel a legjobban. Neked is van saját Konpeki pillanat? What about your Konpeki? A turning point that transformed your life. Ever hit one like that? Sure, yeah. Militech Data 4. Me at 17... or was it 19? Reached it via Militech's Zonkar base. Smooth as silk up to a point. Then Netwatch grabbed me. There I was, teetering on the edge. One wrong move and... Oh, Netwatch. Well, you know. Kinda like right now, huh? No, me. Never been anything like right now. Ó, basszus, oda hogy? Nem? Oda hogy? Akinek nincs megerősített bokája, az nekifutásból így át tudom, próbáljuk meg. Aha, jó. Akinek nincs megerősített bokája, nekifutásból szerintem a biztos. De szerintem a megerősített bokkal volt az egyik legjobb, amit beültettem, mint implantot. Rohadt jó volt, egy csomó helyre föl tudtam ugorni. Ahová amúgy nem jutottam volna föl. Ott van valami fönt, nézzétek? De ahogy nézem, szerintem oda megyek. Basszus, kulcs, anyád. El tudnám kapni a létrát? Pláne a megerősített bokával. Tehát. Ó, vagány. Móka kis. Szerintem mindent fölveszek most. És majd eladom. Habár az ilyen szemeteket lehet, hogy nem kéne. Amit előbb fölvettem. Állítható mindenes melkastok. Használhatjuk a fegyvereket. Pillanat. Ugye nem a Skippy? Valami közelebbi pont. Aha, ez a robbanó sniper, ezt le fogom cserélni, ez annyira felesleges volt beletenni, gyerekek.
nincs értelme. Mármint, hogy basszus, ne. Tehát annyira nem akarok meg Terminátor lenni. Oké. Merre megyek? Mert ide, oké, hogy ide én most átugrottam, de... Aha. Ahogy nézem, egy órás lesz. Reminds me of when I was starting out. I'd look for places like this. Set up a power bypass, jack in, essentially steal my way onto the net. Grab the riskiest gigs I could buy. Erre akarok menni? The hard way usually. But sometimes, a few times, I really pulled off coups. Anything I'd find on BBS gossip feeds. Szerintem több helyről is ide föl lehet jutni. Fermentation facility in Oregon, off the grid hack. Sound familiar? Oregoni fermentációs telepen ismerősnek hangzik. Az te voltál? No shit, that was you? Only the best reached that high. Talking Spider Murphy, Bark Moss, Songbird. Nah, Nick's not setting off buzzers. If I'd wanted fame, I'd have gone rocker chick. Ott kurva messze, ott van valami. Nem tudom sajnos bemérni, és az a helyzet, hogy azt sem tudom, hogy megyek oda. Ó, gyerekek, halljátok, ezt itt nagyon komolyan be lehet járni. Basszus. És olyan platform részek vannak, ahova tényleg csak, hogy így az ilyen hülyék, mint én, mert én nem tagadom, mennek el, bassza meg. Érted, hogy na azt is fel akarom szedni. Parking's here. Meg itt is van valami amúgy. Check it out if you have to. Just hope it's not dead ordnance. Ay, kösz. Kiberver kapacitás szilánk. 4 értékkel végelesen növelek kiberver kapacitás. Ó, baby. Haha. Hát ezért kurva érdemes ide eljönni. Oké, 4 az nem sok. Mindjárt megnézzük, az mit is jelent kibervernél. 234, 242. Nem azt mondta, hogy 4-jel növeli? Az 238. Na mindegy, nem tudom, de biztos, hogy növelte. Plusz 5. Tehát most eddig ide nem tudtam berakni semmit. Tehát, hogy hiába kattintottam rá, mindegyik itt inaktív volt, úgymond. De most szerintem ezt be fogom tudni rakni. Hiszen 234, meg 5, értitek, meg bőven megvan. Jó. Oké. Akkor szerintem ez egy picit magasabb volt, csak ugye nem volt annyi pontom, hogy ezt berakjam. Mert ez 5-ös, ez 14-es. Vagy nem? Hogy van ez? Várjatok, valamit lehet, hogy rosszul nézek. Nem, ez már nem, így van. Na jó, mindegy, nem tudom. Bocs, nem tudom. De az biztos, hogy megérte ide eljönni. Ezért legalábbis nekem. Srácok, tudjátok mi lesz? Itt lesz vége a videónak. Tartok én is egy szünetet. Visszajövök, és a videó elején én ezt elugrok oda, fölveszem,
és amikor odaérek, és meglátjuk, hogy mi az, akkor indítom a felvételt. És akkor onnantól kezdve él majd, és akkor visszajutunk ide valahogy. Jó, oké. Csináltam? Mentést? Igen. És basszus, lekopogom, gyerekek, nem fagyott a játék. Azért mondom, hogy itt... én nem tudom, hogy mi volt a baj, amúgy utána néztem, mondanom sem kell, ugye, tehát hogy szerintem ezt lehet, hogy mondtam is, hogy bújtam a fórumokat, kinek mi a baja, stb. És én azt láttam, hogy igazából nagy tömegeket ez nem érintett meg. De viszont a játékosoknak bizonyos százalékát igen, mert találtam ezekről bejegyzést. Arról is, hogy fagy a játék, arról is, hogy nem tudják letölteni a játékot, nem tudják installálni a játékot, nem tudják frissíteni a játékot. Tehát ezekről én mind találtam bejegyzést, és ott az ilyen hülye tanácsokat mind végig is próbáltam. Mondom, nekem most az vált be, fingom sincs, hogy a új telepítés is segített benne, de lehet, hogy az, hogy újra leuninstalláltam a játékot, és újra installáltam a játékot, de úgy, hogy az régi 1.6-ost raktam föl. Hiszen nekem ez a megjelenés óta ez a játék, és az a gép is üzemelt. Jó, oké, tehát itt ennyi volt az első rész. Itt akkor megjegyeztem, hogy egyszer kell vágni, és a következő résznél meg úgy fogunk becsatlakozni, akkor indítom a felvételt, mikor odaérek ahhoz a kocsihoz, és megláttam, hogy mi az a fölvehető tudsz, amit ott jelez nekem a játék. Jó, rendítsek? No, köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!